Szép estét kívánok, köszöntöm a kedves nézőinket! Önök szeptember 22-én péntek este a Tatai Televízió napi híradóját láthatják. Tartsanak velünk mai adásunkban is! 8. tanévét kezdi a Soproni Egyetem Benedek Elekkar. Illusztris vendéget invitált a Honvéd Bajtársi Klub Tatára. Az idei évre véget ért a Lecsere program városunkban. Fiatalok tömege csatlakozott idén az autómentes naphoz. Szeptemberben ismét tanévnyitó ünnepség részeként köszöntötte hallgatóit a Soproni Egyetem Benedek Elek pedagógiai kar. A tatai felsőoktatási képzés közel 100 leendő gyógypedagógus, valamint csecsemő és kisgyermeknevelő érdeklődését keltette fel. 52 gyógypedagógus jelölt, valamint 33 csecsemő és kisgyermeknevelő szakos hallgató kezdi el tanulmányait az idén a Soproni Egyetem Benedek Elek pedagógiai karon. Szeptember 21-én a volt piarista rendházban szervezte meg 8. tanévnyitó ünnepségét a Közösségi Felsőoktatási Képzési Központ. Két szakkal vagyunk itt, két rendkívül fontos szakkal. Az egyik az a koragyermekkor, hiszen a kisgyermeknevelő csecsemő kisgyermeknevelő képzés ugye tulajdonképpen a bölcsődék számára képez diplomás szakembereket, és tudjuk azt, hogy az első 3-4-5 év mennyire fontos az ember életében, ide csak is profi pedagógusokra, kisgyermeknevelőkre van szükség. A másik pedig a gyógypedagógia. Hát nem is tudom, hogy mondjam, hogy örömmel jelentem, vagy kicsit szomorú is vagyok, hogy ennyi gyógypedagógusra van szükség. Minden intézményben, óvodától kezdve egészen a középfokú oktatásig, de a felsőoktatásban is, mert hogy talán az egyik probléma, hogy túl sok inger környezete van a gyereknek, és hát ők olyanok, mint a mágikus szivacs, mindent magukba szívnak, és elég sok deformitás van manapság, és ezt látjuk a pedagógiában, a gyógypedagógiában. Nagyon elgondolkodható, hogy már az óvodában minden második gyermek atipikus tüneteket mutat. Tehát eltér valamilyen szempontból a normális fejlődéstől, de hát ugye arról, hogy mi az, hogy normális fejlődés, abban már mi is bizonytalanok vagyunk. Tehát elkezdjük a 8. évünket, és azért vagyok nagyon boldog, mert hogy nem csökkennek, hanem emelkednek a hallgatói létszámok. A Soproni Egyetem Benedek Elek pedagógiai karára 692 elsőéves hallgatót vettünk fel, és adjuk hozzá ehhez a 70 fő pedagógust, akik már diplomával rendelkeznek, és különböző továbbképzésekre jönnek hozzánk, tehát ez 700 fölötti létszám. Tatán számos lehetőséget biztosít a Közösségi Felsőoktatási Képzési Központtal való együttműködés. Tavaly közel 20 helyi tanuló vehette át diplomáját. Az, hogy hogyan gondoskodunk a gyerekeinkről, az időseinkről és a rászorulókról, az gyakorlatilag egy polgári demokrácia minőségének a fokmérője. És az, hogy mi arra készülünk, hogy azok a kollégák egyáltalán létezzenek, tehát legyenek gyógypedagógusok, legyenek kisgyermeknevelők és gondozók, az én szerintem a mi tatai közösségünknek is egy létfontosságú dolog, és az, hogy ezt a Soproni Egyetemmel karöltve itt Tatán helyben úgy meg tudjuk csinálni, hogy újra ennek a jót tenni akarásnak a szellemével töltődik meg a piarista rendház, az mindenképpen példaértékű, de leginkább mi magunk tataira körülünk neki, és nyilvánvalóan, hogy egy olyan kapcsolat alakul ki ilyenkor kollégák között, akár személyes kapcsolat is, ami ezt elő tudja segíteni. Ami a fejlesztést jelenti, az nyilván az, hogy tudunk eszközben és infrastruktúrában segítségére lenni a soproniaknak, hiszen ez az ő képzésük, mi pedig abban segítünk nekik, hogy tényleg minél jobban képzettebb, minél jobban elhivatottabb, hivatást tudó gyermeknevelők és gyógypedagógusok legyenek itt Tatán. A Soproni Egyetem idén is fontos tanév előtt áll, hiszen az intézmény óvodapedagógus képzése most ünnepli 125. évfordulóját, ahol új szakok is indulnak, így a szakoktató és sportszervező alapképzés, valamint a humán ökológia mesterképzés.
Tatán számos programot hív életre a Honvéd Bajtársi Klub, de szépkorúak a városi rendezvényeken is aktívan részt vesznek. Legutóbb dr. Kásler Miklóst, a Magyarságkutató Intézet főigazgatóját hívták vendégül, aki a Nagy Magyar Királyok a 15. században címmel tartott előadást. Dr. Kásler Miklós, Széchenyi díjas magyar onkológus, tanszékvezető egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia doktora látogatott Tatára szeptember 20-án. A találkozó egy összefogásnak volt köszönhető, amelyet a Honvéd Bajtársi Klub kezdeményezett. Az illusztris vendégünk annak köszönhető, hogy együtt jártunk vele gimnáziumba, Sárváron, 1964 és 68 között, azóta is tart a barátság, és miután befejezte az orvosi pályáját az onkológiai intézet igazgatójaként, utána volt ugye 4 évig miniszter, utána felkérték ennek az intézetnek, a Magyarságkutató Intézetnek hogy legyen a felügyelője, szakmai felügyelője. Mikor elbocsátották a főigazgatót, utána őt nevezték ki, hogy 3 hónapja vette át az intézetet. Én hívtam telefonon, megbeszéltük vele, hogy szeretnénk, hogyha egy előadást tartana itt Tatán. Dr. Kásler Miklós örömmel fogad el hasonló típusú meghívásokat, sőt Tatán is többször járt már az elmúlt időszakban. A Honvéd Bajtársi Klub azonban most konkrét téma megjelöléssel kérte fel a Magyarságkutató Intézet főigazgatóját egy előadásra. Minden meghívásnak örülök, mert olyan dolgokról beszélhetek, ami fontos is, meg érdeklődésre tart számot. Úgy érzem, hogy abszolút interaktívak, sőt a lehetőség van rá, a kérdések nem csak az előadásra, hanem általában a magyar történelemre vonatkoznak. A meghívás úgy szól, hogy beszéljek az 1400-as évek nagy magyar királyairól, úgyhogy egy kicsit formabontó előadásra gondoltam, mert a magyar király eszméről beszélnék, és ebbe a gondolatiságba helyezném el Luxemburgi Zsigmondot, Habsburg Albertet, Ulászlót és Mátyást. A találkozónak a volt piarista rendhez biztosított helyszínt. Több száz helyi lakos élt a Lettcsere program lehetőségével, amely felhívás első alkalommal valósult meg Tatán. A kezdeményezés részeként a regisztrált háztartások térítésmentesen válthatták le a hagyományos fényforrásokat, amelyre a jövő évben is lehetőség lesz. Magyarországon már több településen valósult meg sikeresen a LED csere program, így a kezdeményezés 2023-ban a tataiakat is megszólította. A program során a regisztrált érdeklődők díjmentesen cserélhették ki a hagyományos fényforrásokat LED-re, ezzel felhívva a figyelmet a környezettudatosság fejlesztésére és az energiahatékonyságra. A projekt részeként szeptemberben 4 alkalom nyílt az izzók átvételére, amelyeket Purgel Zoltán alpolgármester értékelt. Tatán is megvalósult az ingyenes lecsere program, amelynek az volt a célja, hogy a hagyományos régi fényforrásokat korszerű ledes izzókká cseréljük. Befejeződött ez a program most itt, ez volt az első kör. Több mint 230-an pályáztak, azonban még olyan 30-40 fő, aki nem vitte el ezeket az izzókat. További 2 hetet biztosítunk az izzók elvételére. A városi szociális csoportnál lehet ezeket az izzókat felvenni majd azoknak a tulajdonosoknak, vagy azoknak a regisztrálóknak, akik ugye még nem vették fel. E-mailt is fognak kapni, és a program sikerével tekintettel 2024. januárban újra lehet majd regisztrálni, aki esetleg ideig nem tette meg. Örültünk neki, hogy ilyen sokan regisztráltak. Én személy szerint egy picit többre számítottam, de aki ezt a programot kezdeményezte, ő azt mondja, hogy a második az jóval nagyobb sikerű lesz, úgyhogy mi is ezt várjuk. Rendben lezajlott egyébként, egy nagy adagban idehozták a hivatalhoz, és ugye ahogy a hivatal is, ahogy korábban a nyilatkozatomban elmondtam, a hivatal csak a kiosztását vállalta ennek a ledeknek. 1998 óta, szeptember 22-ét az autómentes napként tartjuk számon. A szemléletformálók kezdeményezéshez számos ország csatlakozott, így hazánkban is sokan mellőzték a gépjárműveket a dátumon. Tatán az Eötvös József Gimnázium hívott életre egy példaértékű programot.
Rendőri felvezetéssel tekertek végig a május 1 úton az Eötvös József Gimnázium tanulói és pedagógusai szeptember 22-én. Magyarország immáron 18. alkalommal csatlakozik az Európai Mobilitás Héthez, amelynek egyik kiemelt eseménye az autómentes nap. A szemléletformáló kezdeményezés apropójából számos település, köztük Tata is igyekszik példát mutatni. Nálunk most már több éve hagyomány, hogy szeretnénk példát mutatni egyrészt a tataiaknak, másrészt az Eötvös gimnazistáknak, és azt gondoljuk, hogy ez a kezdeményezés, hogy legalább egy napon minél többen kerékpárral menjünk iskolába, ez mindenképpen jól illeszkedik ebbe a példát mutató sorozatba. A mi gimnáziumunkban nagyon sok olyan diák jár, aki nem Tatán lakik, úgyhogy ezért úgy gondoltuk, hogy nem csak kerékpárral lehet, hanem akár gyalog is lehet érkezni az iskolába közösen. Úgyhogy valóban innen a Harangláptól indul egy kerékpáros csapat, és itt szeretném külön megköszönni a rendőrségnek a segítségét, akiknek a felvezetésével fogunk tudni eljutni az iskolába. A másik csapat pedig egy kultikus helyről, a Nagy Platánfától fog indulni, és ők gyalogosan közelítik meg az iskolát. Azt látjuk, hogy évről évre nő azoknak a száma, akik nem csak ezen a napon, hanem az év többi napján is kerékpárral, vagy legalábbis valamilyen autómentes módon érkeznek az iskolába, ami nagy öröm számunkra. A programon közel 50 érdeklődő pattan biciklire, hogy a Harangláptól közösen tekerjenek el az Eötvös József gimnáziumig. Azonban a reggeli órákban egy sétáló csoport is alakult, ők a Platánfánál találkoztak. Az intézmény nem első alkalommal hív életre hasonló programot, amelyet a jövő generációja is örömmel támogat. Én úgy gondolom, hogy nagyon fontos, főleg a mi generációnak, mert már fogjuk érezni a hatását az elmúlt évek, évtizedek, talán évszázadoknak is a környezet pusztító, vagy éppen nem összhangban vele élő magatartásunknak a hatását. Ezért mindenképpen fontosnak tartom, hogy ilyen napokat, vagy ilyen eseményeket szervezzünk. Az iskolánknak nagyon fontosak ezek az események, de viszont osztályszinten is szervezünk ilyeneket. Én alapjáraton tömegközlekedéssel járok, mivel egyrészt ezt egy egyensúlyi helyzetnek találom, mert mégsem olyan szennyező, mint az autó, de viszont mégis tudok együtt utazni a barátaimmal, és így is tudom óvni a környezetet sokkal nagyobb mértékben, mint hogyha például autót, vagy akármilyen más szennyezőbb közlekedési módot választanék. De a hagyományos módokat ugyanúgy csináljuk otthon is, suliban is, gyűjtjük a szelektíven a hulladékokat, és odafigyelünk arra, hogy a természettel összhangban éljünk. A szemléletformáló akciók során nem ért véget az autómentes nappal. Az intézmény fiataljai és pedagógusai egy nagyszabású faültetést terveznek a közeljövőben. A Magyar Honvédség Klapka György első páncélos dandár tájékoztatása szerint 2023. szeptember hónapban az alakulat több napon hajt végre éles lövészetet, illetve nagy zajhatással járó feladatokat a Szomódi lőtér és gyakorlótér területén. A hónapban még 25. és 29. között reggel 8-tól este 10 óráig kérik a lakosság megértését. Szeptember 27-e a turizmus világnapja, ebből az alkalomból a Tata és környéke turisztikai egyesület a Kunidomokos Múzeummal együttműködve többféle programmal várja az érdeklődőket. Az első esemény részeként 27-én csütörtökön délután 5 órától ingyenes vezetett séta valósul meg az öreg tó körül. A programokon való részvételhez minden esetben szükséges az előzetes regisztráció, amelyet a Turinform irodán keresztül tehetnek meg online, telefonon vagy személyesen. Következzenek péntek esti híreink, még egyszer röviden. 8. tanévét kezdi a Soproni Egyetem Benedek Elek kar. Illusztris vendéget invitált a Honvéd Bajtársi Klub Tatára. Az idei évre véget ért a Lecsere program városunkban. Fiatalok tömege csatlakozott idén az autómentes naphoz.
Munkatársaim nevében is köszönöm a megtisztelő figyelmüket, önök szeptember 22-én péntek este a Tatai Televízió napi híradóját láthatták. Tartsanak velünk a folytatásban is, hiszen archív felvételeinket láthatják. Friss hírekkel legközelebb jövő hét hétfőn jelentkezünk. Én további szép estét kívánok önöknek, vigyázzanak magukra és egymásra is, a viszontlátásra!